Náló, sziasztok! Üdvözöllek újra a csatornámon titeket! Ma egy serpenyőben elkészült, sült karajt fogunk elkészíteni. Olyan módszerrel, amilyen, ahogy én még sohasem készítettem, ezt láttam az egyik videóban egy séftől, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek a végeredményre, de ezt menet közben látni fogjátok, illetve mondani is fogom. Tartsatok velem! Nos, először is azt mondta a kedves séf, hogy semmi olajat, semmi zsírt nem teszünk alá, csak natúron. És azt mondta, hogy ebből is fog azért egy kis kellő mennyiségű zsírt kiengedni, ami pont elég ahhoz, hogy megpiruljanak a zöldségek, hogy megpiruljon a hús. És elvileg ezt nem szabad mozgatni, mert máskülönben a rostokat felszakítjuk. Hát ugye, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy egy olyan 4-4 percig ezt süssük. Ez körülbelül le is járt. Mindjárt megnézzük. Jó, meg is fordítjuk akkor. És további 4-4 percig ezt sütjük. Viszont én ennél a fornál már elkezdem megborsozni. Úgy, illetve meg fogom sózni ezt a felé, de csak egy kicsikét. Úgy. És szerintem bele fogom tenni a fokhagymákat is. Így. Nos, letelt az oldalanként itt 4-4 perc. Ezt szépen kiveszem. Szépen pihentetnünk kell a húst. Így. Szerintem ráteszem a kis megpirult fokhagymákat is. És most fogok tenni, igazából jó lett volna baj, de nincs. Nos, letelt a negyed óra. Egy picikét visszatesszük a húst, illetve a húsokat. És alá fogunk gyújtani újra, egy nagyon picikét, és megmondom nektek őszintén, hogy hát csalni fogok, mert a séf ugye vajat használt, ugye hát az jó lenne, viszont hát hülyeséget is csinálok, de rakok bele egy picike margarint. Úgy. És egy kis kakukkfű, hát szárított, de hát ez van, így, illetve petrezselyemet is fogok rászórni. Egy kicsit felturbózok az ízeket, és ez jó alacsony lángon, ha tudjuk. És azért ezt a kis szaftot is, meg a kis fokhagymát is még visszateszem. Jó. Egyébként jó lesz ez. Kicsit átforgattam most. Letelt 2 perc. Szerint, ha jól emlékszem, ezt is egy visszatette a séf, és még egy 2-2 percig így párolta.
Úgyhogy szerintem nem sokára jó lesz, és utána kivesszük a húsokat, és ismételten pihentetjük egy 4-5 percig. És utána szépen felvágom, és akkor újra kivesszük a húsokat, pihentetjük egy 5 percig, és utána jövök a szeleteléssel. Hát nagyon kíváncsi leszünk. És tényleg nincs kiszáradva, és tényleg nagyon puha. Na jó, hát ugye tanultunk most is valamit. Hát ez tényleg király. Ez srácok, fiúk, lányok, ezt én is így fogom most már elkészíteni. Nagyon király. Nagyon. Plusz, van egy pici kis pecsenyelé, egy kis jó fokhagymás. Szerintem ezzel pontot is tettünk a végére. Tényleg, tehát iszonyat jó szaftos. Nem gondoltam volna, megmondom őszintén. Fiúk, lányok, most már én is tényleg így fogom ezt elkészíteni, mert iszonyat finom, iszonyat szaftos. És nincs kiszáradva. Megmondom őszintén nektek, én féltem, hogy kicsit alul fog készülni, illetve, hogy rágós lesz, kemény lesz, de nem. Pont elegendő. Köszi szépen, hogy megnéztétek. Ezt szépen befalom egyedül, de nem sokára. Ha minden jól megy, majd az asszonyjal is fogok kóstolni. Úgyhogy köszi szépen, hogy megnéztétek. Ha tetszett, iratkozzatok föl, és készítsétek el ti is. Garantáltan nagyon jó lesz. Sziasztok!